Ezek a felvételek az elmúlt esztendő novemberében készültek. Több mint 50 kisgyerek tiszteletére ültettek fát szülei, nagyszülei abban az akcióban, mely évek óta fut sikerrel Bátaszéken. A Városi Könyvtár és a Nagycsaládosok Egyesületének közös akciója olyan sikeres, hogy Bátaszék belterületén nem maradt szabad hely az újabb csemeték számára. Így hát a jövő számára kijelölt építkezési terület benépesítésének első lépéseként a terület parkjainak első fáit is elültették. A résztvevők a rendkívüli hideg időjárás ellenére nagy lelkesedéssel álltak neki a kihívásnak, megértve, hogy ezek a kis növények együtt fognak cseperedni a család legfiatalabb tagjával, aki, ha el is kerül Bátaszékről, a kötődése megmaradhat ezáltal is. Sági Lajosné, a Keresztély Gyula Városi Könyvtár vezetője több mint 10 éve mindig erre az esztendőre is meghirdette az akciót, és kilátogattunk arra a helyszínre, ahol a tavalyi ültetés zajlott, és amelyik az idei év helyszínéül is szolgál majd. Ám amit találtunk, finoman szólva sem töltött el örömmel a kezdeményezőt. Ettől? A látványtól? Ettől én nagyon beteg vagyok. Ez a történet, ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy amikor egy család jelentkezik faültetésre, akkor elmondjuk, hogy egyetlen egy kérésünk van feléjük, hogy a facsemetéket gondozzák. Én itt nem látom igazán nyomát annak, hogy ezt a területet. Jó, nyilván a sorközöket ne kapálják végig a kedves szülők, mert ilyen kérésünk soha nem is volt, meg nem is lesz, de hogy maga a facsemete környékét, hogy kigazolom, hogy eljövök, amikor ugye most meleg nyár volt, hogy kijövök, meglocsolom, és akkor esetleg most nem fogok én itt október elején szembesülni azzal, hogy alig látok egy-két csemetét, és ennek nem csak a gaz az oka, hanem hogy nincs gondozva, nincs törődve, el vannak dőlvel a jelzések, amilyen a gyermekek neve rajta van. Tehát most ez egy kicsit így nagyon elkeserítő, mert nekem most így, mint könyvtárnak készülnöm kell egy következő faültetésre. Most akkor hol várhatom én el azt, vagy bízhatok abban, hogy a következő szülők, akik kell majd most idén ültetünk, és sok szülőről beszélünk, hál' Istennek, akik jelentkeztek, hogy vajon velük is ugyanezt fogjuk végigcsinálni, hogy nagy lelkesen elültetjük, és utána magára hagyjuk. Hát a gyerekünket se hagyjuk magára, ez most egy kicsit így drasztikus talán, de a törődés, meg a kisgyereke, hogy megfogom a kezét, kijövök vele, ő is átveszi. Hogy azért ez arról szól, hogy együtt valami történik velük, hogy ott van egy kis fa, amellett a névtábla az őt képviseli. Most akkor ez hova tűnt el, mert ennek itt nyoma nincs. Tehát ez most számomra elkeserítő. Persze van olyan család, aki komolyan gondolta, hogy neki kötelezettsége van azzal, amit elvállalt. De ez csak mutatóban van az 50 vállalkozóból. A többiek letudták a dolgot azzal, hogy földbe tették a csemetéket. A többivel most akkor mit csinálunk? És idén ugyanerre területre fogok kijönni a családokkal. Idén november 13-án fogunk ültetni, és ugye október utolsó hetében már nem fogadunk el jelentkezéseket, pontosan azért, mert nekünk arra föl kell készülni, ugye ebből mindig konfliktus van, ezt most akkor, ha már beszélünk, akkor beszéljünk róla. Konfliktus van, mert miért nem lehet az utolsó pillanatban? Hát azért nem, mert a területet elő kell készíteni. A névtáblákat meg kell rendelni, annak van egy folyamata, amikor én valakivel én ezt megbeszélem, hogy ennyit kérek, ilyen formában, hogyan, miképp, milyen betűtípussal, stb. Azt egy cég legyártja nekünk. Tehát ennek is van átfutási ideje. És emellett további előkészítési feladatok zajlanak minden esztendőben, ami, mondja Sági Lajosné, időigényes. Hiába akar valaki az utolsó pillanatban csatlakozni, erre egyszerűen nincs lehetőség. Idén 12. alkalommal ültetünk, és 12-szer állunk neki rohamosan, de nagy léptekben a jövő héten már annak, hogy a jelentkezőknek meg tudjuk az úgynevezett születésnapi újságot csinálni, elő tudjuk készíteni a vendégkönyvet, ahova mi beragasztjuk a gyerekeknek a... Bocsánat, de kicsit felindult vagyok. Ahol beragasztjuk a gyerekeknek a fényképét, és ebben a vendégkönyvben a családok azon a napon, amikor itt elültetjük a fákat, üzenetet hagyhatnak, aminek most azért gondoljunk bele, hogy elültetünk egy fél éves vagy éves babának, vagy akár kisebbnek, vagy nagyobbnak
elültetünk egy facsemetét, és a család azon a napon beleír abba a vendégkönyvbe gondolatokat, amit ők akkor éreznek, vagy üzenni akarnak neki, és mondjuk ő egy tizenpár évesen ezt elolvassa, kezébe kerül, ez egy nagyszerű élmény tud lenni. De ahhoz hozzá kellene járuljon a maga a facsemete is, hogy látom, hogy az is ott van. Nem csak én növekedtem, hanem a facsemetém is, de itt nem növekednek a facsemeték. Az idei évre 32 jelentkezőnél tart a Városi Könyvtár, és valóban az utolsó pillanatok vannak vissza, hogy lezáródjon a jelentkezés. Sokan panaszkodnak, hogy nem megfelelő a terület, mondja a könyvtár vezetője, de egyszerűen nincs már máshol hely a városban az akció lebonyolítására, arról nem is beszélve, hogy a rendezési tervek szerint erre bővülhet majd a város, amennyiben új házhelyek kijelölésére lenne szükség. Akkor pedig a fákból kialakított bátaszéki újszülöttek parkjának szomszédságában lennének a házak. Már ha megmarad valami is addigra, a lehetséges ligetből.